Érkezik Messike és Vivus. Cseréltetek? Cseréltetek? Anya, vagy Árpi, besétáltok a traktort, figyeljétek, benn van a kicsim, megy. Tehát szép lassan átsétálunk, ha úgy van a traktort még, akkor inkább elé sétálok, tudod? És akkor ugyanaz, felegaló, átmenetes überke. Csak figyelj, és akkor reggelizünk, anyus. És számoltam, még 7 öreg van. De most kiküldök 5 csikót a télire. Vagyis a Tóbira. Jó, tehát nemrég ment be a tra... Ó, ott van! Sőt, trappoljatok be elé, mehettek. Bocsánat, így van. Akkor gyors a gyulánk. Ott egy bemelegítő itt a orrom előtt. A Zsiga bácsi ugye megkínált minket egy kis pálesszal. Nagyon finom volt, nagyon finom. Mondtam is, aki Zsiga bácsi, emlékszel gyerekkoromban, mennyi százat dobáltam neked, mindig lejmoltál. Letagadja, letagadja. És a Gyulával kiszámoltam, az most pont az a 100, jaj, mit mondott? 20.000 forint, 100 forint, vagy 2.000 forint, 2.000 lehet, igen. Bezony. Ja, ennyit dobáltam neki gyerekkoromban, pedig én is szegény voltam akkor. Hagyd meg egy izére. Itt van-e, 100-as, gyurnál egy arany, mit számít? Na most nem akarja visszaadni, de viszont megkínált ebből a finom pálezból. Mondtam is, hogy kell még íze van. De hülye, régi duma, de tényleg. Kell még íze, kell még. Én se értettem még helyből. Ám bár annyi mindent nem értek, így ilyen vicces valamik vannak, az most kezdek rájönni, vagy a szavakra, hogy a szétszerem, hogy mi mit jelent. Megint pofázok, mint tegnap. Esküszöm. Esküszöm, és még nem, alig ittam. Na, érkezik itt ez az, jön még Józsika, és akkor megreggezik a brigád, viszont 5-öt kiküldök a Tóbira, ami lesz Holtoska, Ravenska, Stolen, Bence, egy olasz. Illetve a másik olasz. Így van. 7 darab öreg lovunk van még. Az is így van. Mármint ő nekik, mert a Gabiék jönnek ugye a Markazékra és a két nagy kancára. A István barátom ilyen Hongkongra. Tehát átmenet meg legyen kényelmesen dupláig. Jó. Tehát foltos Stolen beton, egy olasz és a Bence. Így van, így mi öten mennének. És akkor utána reggelizzenek meg. Szépet nyomatom csikóra, ami van. Igen. A zászlót ki is veszem, ugye ez nekem a melon, mert én itt aztán mindig itt vagyok. Ki szoktam rakni, és be szoktam rakni, amikor ledolgozik a traktor. Hát most nem lesz időm kimenni egy jégerre, mert szerintem, ha itt végzek, hát ja, most cseréltek padikot ott. Hát, lehet egy gyors belefér. Leng a sejem, lobogunk, nosztalgiázok, annyit nosztalgiázok mostanában, és ráadásul még velem egykorúakat, ilyen 70-75 éveseket, nem mondom, és akkor ők is elkezdenek nosztalgiázni, úgyhogy mindenki nosztalgiázik. Ez most a vörös zászlóról is eszembe jutott annyi minden. Ő, de sok minden. Hát azért annyira sok minden nem, mi úttörők voltunk, kész. Május 1-én felvonultunk, és azon kívül a további életemben semmi közöm nem volt egyik párthoz sem. Nem is kellett, lovas voltam. Nem emlékszem ilyenre, hogy agitáltak volna. Itt van a drága Gyulánk. Ez nagyon fontos, amit csinál. Beremeg még a tala is. Igen, be kell szólnom ezeknek, hogy nem van a 4, nyergelhetnek is. Olasz, Folti, Stolen, Stolen beton és Bence. Gyerünk ki a Tóbira, még akkor látom is őket. Még lehet, hogy egy kaffendróbe is bele is fér. Az sem kizárt, te. És a kis járművem. Hát, elindulok, 100 méter után kijelző, hogy kevés a benzin. Guta majd megütött. Na, olajat tegnap vettem bele, megint pofázok.
És érdekes, ezt már mondtam több videómban is, otthon is pofázok magamba. Na, ez már egy kicsit furcsa, mert itt, hogy beszélgetek, így lovak, meg itt vannak emberek, meg nem, mondjuk nincs itt senki. Tehát majdnem úgy, hogy magamba beszél. Otthon is beszélgetek, de olyan jó, néha összeveszek magammal, de nem is baj. Egészséges kritika kell is. Van belőle bőven, közben megérkezett a két gyönyörűség. Pavelko. Messzike és... És Vivus. Ej, de szép. Na, ez egy jó tempó. Ez az a átmenetes Uber. Tökéletes. Tökéletes! Hoppa, Vivus. Nem lesz rosszul az a Vivus. 54 felett kapott. Jó. Ja.